Én szociális munkás vagyok, meg addig konzultáns is, és a szociális szférára is rálátva, én most azt a sapkámat szeretném felvenni, amikor a gyerekvédelem is kicsit bekerül a képbe. Szóval 18 éven aluliak helyzete, segítése, büntetése, szóval, hogy ez a, ez a, kategória bármi, ami droghasználat, és nem annyira a jók, hanem, hanem a gyerekvédelem, mint ahogy van hozzá köze akár a védelem, akár a segítés, akár a büntetés oldaláról, hogy ez hogy néz ki. Köszi. Alap, ugye most van még nekünk egy kicsit több mint fél óránk, de ez nem olyan nagyon sok szóval így hogy próbáljunk kicsit ilyen pörgősebbek lenni. Azt akartam csak kérdezni itt az eladásod végén, hogy, a, hogy ugye megemlítetted a német szabályozás változását, de egy picit én azt gondolom, hogy a magyar szabályozásra talán legnagyobb hatása, vagy nyilván ennek vannak, mint ahogy... Másik Tamás mondta, a, a, a fentani járványnak is mindenféle gazdasági, jogi, személyes, mentálhigiénés, stb. Tehát itt is nyilván a gazdaságnak van jelentősége. Tehát a német szabályozásnak a változásáról, te mit gondolsz, ennek mondjuk lehet hatása a magyar szabályozásra? Ez hogyan tud változni? Igen, ezt gyakran ki emelni a, a német gazdaságnak való kitettségünket. Én, én amit így el tudok képzelni, hogy hogy ettől még itthon nem lesz akkora szabályozásbeli változás, amit így észleljen egy, átlagember, átlag ember, de mondjuk el tudom képzelni azt, hogy lesznek olyan földek, ahol a, amit a németek megvásárolnak, és akkor itt, itt megtermesztik a dolgokat, amik aztán bekerülnek a, a, a klubokba. Hát egy, egy ilyen szabályozás változás, ez nem lenne nehéz. Előjáróban annyit, hogy ennek a szekciónak igazából a motorja, meg kitalálója, ez a Judit volt. Meglepő módon nem a jogvédők kezdeményezték ezt a dekriminizációs, amiből azért azt látom, hogy van igény a, a terepen dolgozók körében is, hogy erről legyen egy ilyen diskurzus. Ez csak most ilyen zárójelben. A másik pedig, hogy Németország ez, az arra is hogy kell azért beszélni, hogy a az elektronizáció mindig egy politikai döntés eredménye. Németországban is az volt, jelenleg kormányválságban Németországban valószínűleg konzervatív kormány lesz nem sokára, akik azt a célt tűzték ki, hogy visszarendezik az egész szabályozást. Úgyhogy erről még szintem tényleg korai beszélni, egyáltalán hova jut ki, hogy hova, hova, fog kiukadni ez a német szabályozás, amiről azért fontos megjegyezni, hogy ez nem egy teljes legalizáció, mint amiről Tomi beszélt az USA-ban, hogy ilyen dispensariz, ilyen boltok, bár hosszú távon vannak ilyen tervek, de jelenleg csak ilyen kanabis szociális klubok, azok gyakorlatilag egyesületek, amiket non-profit egyesületeket hozhatnak létre a kanabisz fogyasztók, saját maguknak megtermesztik a kanabiszt, és profit szerzése nélkül a klubtagok ott beszerezhetik azt legálisan. Ez, ez a jelenlegi szabályozás Németországban, de hogy ö, most alakultak még meg csak azt hiszem, az első ilyen egyesületek, nagyon lassan, nagyon bürokratikusan megy az egész átalakulás, úgyhogy, és, és hogyha mondjuk a CDU kerül hatalomra, akkor lehet, hogy ezt is visszarendezik. Úgyhogy ez, ezt is. Egy gondolatot te ez annyit tennék hozzá, hogy, hogy a jog mindig egy társadalmi folyamatot igyekszik leképezni, most erre vagy bénár reagál, és akkor elkezd nélkül, nem tudom, valaki beszigorít, és akkor tiltani, vagy lekövetés és adekvát választ ad, hogy ez Németországban pontosan egy jó válasz volt, aminek egy valós társadalmi igény az alapja, vagy nem, ezt én nem tudom megítélni, inkább azt gondolom, hogy ez nem a semmiből jött egy ilyen, mint, a, mint, az Oregon -e egy szerencsétlen, inkább ilyen forradalmasító módon, hanem van egy szerves beépültsége, akkor nehezebb vissza visszacsinálni, de egyetértek a Petyával abban, hogy ez egy sérülékeny helyzet még, és könnyebb idézőjebb belerondítani. Amit az amerikai például csak egy ilyen idézetet mondanak, egy normal nevű szervezetnek a, a, a szakértője mondta nekem, amikor a cannabis legalizációra beszéltem, hogy, és ez, ez a mondat tényleg az így megragad bennem, hogy a, the train has left the station. Tehát, mm. hogy, hogy ennyi lehet próbálkozni, meg lassítani, és nincs visszaút. Tehát, hogy, hogy ez még nem jelenti azt, hogy visszalépések, meg, meg ideiglenes negatív folyamatok ne lassítanák, vagy akár ne torpant, torpanthatnák meg a folyamatot, akár Németországban, és ez nem egy irreális dolog a konzervatív oldalról, sokkal ö, többször látjuk ezt a törekvést. Magyarországon azért alapvetően az alkohol a legnagyobb probléma, és aztán nyitva itt vannak nekünk ezek a rengetegféle gyógyszerek. Egyébként Magyarországon is a, a kábító fájdalomcsalapítókat a tramadol, akár a fentanil is probléma, még ha nem is azon, abban a mértékben, mint amiket mutattál. A, a metamfetaminban pedig remekül haladunk előre, tehát elképesztő mértékben terjednek a katinonok újra és a, és a metamfetamin. Alapvetően a, a, a dekriminalizációnál inkább ártalomcsökkentő szempontok vannak. Tehát azt mondjuk, hogy az alkohol rengeteg mindent, és a tetében nagyon hosszan haldoklik egy alkoholista, addig még mindent tönkretesz, egy fentanilos az így... Ö, ö, hm gyorsan és kevesebb mindent ránt magával. Tehát azt mondjuk, hogy az alkoholt cseréljük ki inkább valami másra, ami élhetőbb, akár mondjuk ennek az ilyen kamaszvetülete, vagy tulajdonképpen egyszer azt szeretnénk, hogy kevesebb ember legyen börtönben, de hogy végülis, ha, ha értene a szép szóból, akkor nem kéne neki, akkor miért nem iszik, tehát megvan a lehetőség arra, hogy hogy, 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 mámoros állapotba jusson, miért olyanokkal akarja magát ilyen állapotba tenni, ami tilos. Tehát, hogy, hogy, hogy itt ez a, a jól neveltség, vagy a, az ártamcsökkentés, a törvény, vagy a fiatalok még mi beszoknak bele, tehát egy picit, hogy mi, mi, a, mi ennek az alapmotorja, mi az indíték, hogy vagytok ezzel? A Hát először is az fontos, azt hiszem, a Tomi is említette ezt az előadásában, hogy a, a önmagában az, hogy kriminalizálják vagy nem kriminalizálják a szerhasználatot, annak valami kevés hatása van önmagában arra, hogy hogy alakul utána a szerhasználatnak az előfordulása a társadalomban. A korábbi IMCDD, most már Judának van egy ilyen ö, ezzel kapcsolatos elemzése, amivel összehasonlította a trendeket a különféle büntetőjogi reformok előtt és után az Európai Unió államaiban, is, nem találtak semmiféle összefüggést a ezekkel a... 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 a, az, hogy a droghasználat előfordulása, az számottevően nem nőtt, vagy nem csökkent a technizáció következtében. Hát, így, a, ami, amire a Tomi utalt, szintén az az volt, hogy nem nőtt tehát, hogy igazából nincsen rá olyan hatása, tehát nem azért dekriminalizál egy ország, hogy akkor ettől csökkenjen a szerhasználat, tehát ez egy illúzió lenne. Igazából olyan értelemben csökkentés, hogy az állam a saját maga által okozott károknak a csökkentését célozza be a dekriminalizációval. Ugye, hogy egy csomó költséget ö, megspórol, és ö, ugye van egy olyan oldala, amit az ENSZ is kihangsúlyoz a közös állásfoglalásában, hogy rejtőzködésre kényszeríti a kriminalizáció a szerhasználókat, és ezáltal a kezelés az állatórendszer számára jobban megközelíthetővé teszi őket, illetve az, hogy például emberek nyíltabban beszélhetnek a szerhasználatukról, szerhasználati problémáikról, ami jelenleg Magyarországon sincs így. Tehát, hogy önmagában ez a tabusításnak és a stigmának a csökkentése az nagyon erősen benne van a motiváló tényezők közül a dekriminalizációval. Az, hogy, hogy akkor most dekriminalizáljuk a kanabiszt, és akkor biztos majd többen fognak kanabiszt használni, mint alkoholt, ez nem. Legalizációban egyébként vannak ilyen trendek, ha jól tudom, ilyen egyes amerikai államokban, ahol legalizáltak, és ott ö, csökkent az alkohol eladás, és nőt mondjuk a kanabisz fogyasztás. Tehát ilyen trend van? Visszadom még meg, meg Tamás, hogy de, de mondjuk például Hollandiában, amikor 70-es években ott elindult a másfajta szabályozás, ott például mondjuk pont a heroin és a crack kokain fogyasztásnak a csökkentését Egy remélték. A, tessék? Hát így van, így van, tehát ez, 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 ez volt az, hogy mégiscsak a, a pont a az, amit... Magyar, odaadom Tomiéknak csak annyit erre reagálva, hogy a hogy, hogy 76-ban ugye a hollandok valóban ezzel az indokkal léptették életbe ezt a úgynevezett coffee shop rendszert, ami azért egy picit több, mint a dekriminalizáció, de kevesebb, mint a legalizáció. Tehát Hollandiában ugye bűncselekmény a kanabisz fogyasztása, a hatóságok eltűrik, hogy bizonyos licenszer rendelkező boltokban, bizonyos mennyiségben árusítsák, és az, hogy honnan jön be a kanabisz, az ugye már illegális, ez a backdoor policy nevezik. Tehát ez egy ilyen hibrid rendszer a holland, és ott tényleg az volt a cél, hogy szétválasszák úgymond a piacokat, mert ugye nagyon előre a heroin, és akkor ugyanazok a dílerek árulták a heroin, mint a füvet, és az volt a cél, hogy akik füvet vesznek, azok ne kapjanak heroin. Volt egy ilyen cél ebben, de az egy elég ilyen speciális dolog. Szerintem Magyarországon, hogyha ilyen szer külön választásról beszélünk, akkor ami reális cél lehetne, az a, az új pszichoaktív anyagoknak a valamilyen szintű visszaszorítása, főleg az ilyen szegregátumokban. Viszont arra meg szerintem egész biztos, hogy nem alkalmas sem a dekriminalizáció, de a legalizáció sem. Tehát, hogy, hogyha mondjuk elérhető lenne a bárkinek, felnőtteknek a kanabisz boltokban, nem tudom, 4-5 ezer forintért gramja, attól a szegregátumbeli új pszichoaktív használókkal nem történne változás. Nem hiszem, hogy átállna már is. Meg egy kis a Még, meg miért odaadnám egy, pár gondolat Ez. A, egy kicsit, a, a, hogy Magyarországon miért ezt csináljuk, hogy én mondtam, gyakorló ügyvédként azért látom, hogy, hogy mi a rendszernek az egyik kimeneti része az, amikor legtöbbször ugye 16-17 évesek elmegyek kihallgatásra. Szóval, hogy, hogy, a magyar büntető politika az nélkülözi az alapvető racionalitást például olyan szempontból, hogy nem választjuk szét az anyagokat. Tehát, hogy ott egy büntetési tétel van, egy kategória, és legfeljebb a mennyiségekkel mókolgatnak, de ez is tő, olyan szinten kaotikus és rossz, hogy legutóbbi úgy, fejlődésnek nevezni, az bocsánat, itt nem nagyon, nagyon lenni, ez egy ilyen nagyon uh, overstatement lenne, hogy egy, egy magyar bíró azt mondta, hogy már nem tudom megállapítani, hogy mit minősül uh, pszichiaktív anyagnak, és az alkotmánybíróság legalább annyit csináljon, hogy kötelezi a magyar államot, hogy egy kupaszba legyenek rakva ezek a szerek. És akkor ezt a, egyébként együtt dolgozunk mert az Ignás Győzni bíró, azt fölnyomta az állbíró, és akkor ennyi. Ez volt az erőrelépés. Hát, hogy, és hogy ezt miért csináljuk? Hát ez nagyon messzire vezet. Hát, ugye el szokott lenni ez a... a van az alkotmánybírósnak egy, egy döntése, ami foglalkozott a drogfogyasztással, ami az, szerintem az alkotmánybíróság akkor még valódi bírókkal működött egyébként, de a mély szóval hogy az a, egyik legigénytelenem döntés a mámorhoz való jogról, és ilyen egészen ilyen, ilyen gyerekes, ilyen béna, tudománytalan fogalmakkal operáló tudománytalan döntés. De hogy, hogy, hogy nehéz ezt racionálisan megfogalmazni, csak ilyen, ilyen tételezett politikai célok mentén lehet, mert az a szöveg, hogy itt van a legális ö, ö, drog, ugye az alkohol, és van kultúrája, hogy és akkor a, a magyar drog ö, kultúrát fogyasztásával ez a magyar ö, hagyomány megőrizhetés, akkor itt nem én kell, hogy elmondjam, hogy hány alkoholista van világviszonylatban Magyarországon, és akkor problémás alkoholfogyasztók, és borzasztó. nincs kultúrája igazából, hogy van valamiféle valahol, de hogy nem ez a jellemző, hogy kultúrát nem Összes többinek meg, hát igen, a kanabiszt elviszünk egy pár gyereket, meg ezért, de hogy ez meg lehet tippelni, hogy minden nap hány spangli csattan el, mondjuk Budapesten. Tehát hogy nem, ké, nem ezer, meg nem 2000, 7000 eljárás van. Hát sok-sok tízezerről beszélünk napi szinten. Csak Budapesten. Tehát ez egy ilyen kamu, uh, ilyen, ilyen nem tudom mi, ilyen hogy akkor tudunk kemény konzervatív politikát mutatni, miközben szétcseszett uh, közösségekre szabadítjuk rá a szemetet. És akkor itt ennél a drámai mondatnál látod? Csí. Igen, szóval én azt gondolom, hogy uh, en, a dekriminalizáció megfontolás, vagy egyáltalán, amikről gondolkozni kellene serdülők kapcsán, az alapvetően a társadalmi köl költségek, vagy a társadalmi károk, amiket okozunk nekik. Tehát, hogy ők alkoholt sem tudnak fogyasztani, ugye? Tehát, hogy, hogy a töményet is az árokba hirtelen isszák meg. De az, amikor valaki meg füvet szív el, és arra rájön az ő esetükben, ugye 18 év alattiaknál, egy egészen kiterjesztett intézkedési rendszer, az meg azért nagyon, tehát a rendőrségi eljáráson kívül, ugye a gyerekvédelmi gépezet is beindul, nem tudom, hogy hogy tudják-e a jelenlévők, hogy ez így mivel jár, de hogy ez azt jelenti, hogy ugye a, a, rendőrségi szakasz után a rendőrségnek minden bűncselekmény és szabálysértés után jeleznie kell a gyerekületi központnak, ahol is van egy esetmenedzser, aki szól a gyerekületi szolgálatnak, ahol van egy családgondozó, és mindezt a jelzést nem csak a központnak, ahol már ugye egy esetmenedzser és egy családgondozó meglátogatja ezt a családot, ö, ö, és be kéri a pedagógiai véleményt az iskolától, és az orvosi véleményt a házi gyerekorvostól, hogy az oltásai megvannak ennek a gyereknek, stb. Ö, hanem ezzel egy időben a gyámhatóságot is értesítik, ahol szintén ül egy néni, aki, aki ezzel elkezd foglalkozni, és emellett ugye a pártfogó felügyelő is bejön a képbe, tehát ők négyen ö, környezettanulmányt és mindenféle egyéni beszélgetést folytatva ki a megérlet véleményüket arról, hogy akkor ez a gyermek, ez uh, milyen uh, újbóli elkövetési kockázattal rendelkezik, és amit ők döntenek erről, az alapján történik a gyerekvédelmi intézkedés. Tehát vagy alapellátásba kerül valaki, ahol csak a családgondozó vegzája, vagy uh, védelembe veszik. Egyébként ezt az eljárást is kötelező lefolytatni a gyerekvédelmi rendszerben. Uh, itt ott vannak a szülők, a gyerek, tehát hogy, hogy értjük, tehát hogy a gyerek közé nagyon sok szempontból érintett ebben a rendőrségi eljáráson kívül, ami a felnőtteknek van, és akkor ő, ők, vagy, 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 ugye a védelembe veszik, akkor az szintén alapeletes keretében, de már a központtal együtt a két szakember, a gyámhatóság és a pártfogó is együtt munkálkodik az ő ne, ne, nem, ne bűnismétlésén hogy ez ne, ne következzék be, hogy ő újból marihuana cív. És akkor a rendőrségi ügy, amit bizonyára jobban ö, ismernek a jelenlévők, vagy ismertek, az, az emellé jön. Tehát, hogy az elteredés, és a satöbbi, satöbbi. De hogy szerintem itt alapvetően az, hogy milyen károkat okozunk, vagy miben rángatjuk bele ö, a gyerekeket, a szülőket, ö, és hogy mennyire felkészült egyébként a gyerekvédelmi rendszer arra, hogy ő addiktogai problémákkal foglalkozzon, hogy mennyire tájékoz, Szóval, azért az nagy kérdés, és hogy így aztán tényleg történik-e segítségnyújtás, mert én értem a jó szándékot, csak hogy, hogy, hogy vajon, vajon van-e ott a szakemberek körébe olyan tudás, miközben az elterelést meg az addiktógia intézmények végzik. Szóval ez, szerintem ezek a társadalmi károk, ezek igen fontosak ebben a tekintetben a serdülők viszonylatában. Szóval... Igen, talán csak még eh ehhez mondanám, hogy mondott, hogy van-e tudás, de inkább most például Pécsen azért zár be a gyerek otthon, amit tulajdonképpen egy ilyen krízis szolgálatként működött, mert nincsen szakember. Tehát ezért zár be. És van olyan gyerek, aki a mi kliensünk a kamaszambulancián, és ott pusztán azért nem emelik ki a családból a gyámügy, mert nincsen hová tenni. Ezért akkor inkább otthon marad. Tehát nyilván ezek így problémák, de csak egy picit vissza, visszagondolva vissza oda, hogy a portugál példa alapján, akkor gyakorlatilag, mivel a magyar ellátórendszer és nyilván itt ebbe akár a bűnöldözés, vagy a bíróság, vagy az ügyészség, vagy a, vagy a, a gyámügy, vagy, tehát így kvázi a hatóság, de hogy a szakma is, amilyen állapotban van, amennyire lyukas ez a rendszer, hogy akkor végül is valahol ott kéne kezdeni a, a ez egészről való gondolkodást, vagy, a, vagy az alulról, vagy felülről, ezt ti hogy látjátok? Hát, mint az előadásom most kiderült, nagyon sokféle opció van egy szabályozási szempontból. Talán az, a szerencsés, hogyha valamiféle organikus fejlődés van egy ilyen jogrendszerben, ha a Tomi tudja, de hogy egyébként a valóban a portugál rendszer az egy olyan modell lehet, ami sok szempontból nekünk hasznos modell. Mert hogy ugye, ahogy a Tomi is említette, demográfiailag is egy nagyjából 10 milliós ország, hasonló ilyen tekintélyelvű rendszer múltal rendelkezik, elég konz szociálisan konzervatív nézeteket képvisel a társadalom, és, és, hogy az elterelés rendszerünknek a továbbfejlesztésével azt gondolom, hogy eljuthatnánk egy olyasmi modellhez, mint a portugál modell, hogyha hogy természetesen erre lenne politikai akarat. Ami, ami, jelenleg ugye nincsen. hogy akarat, ha lenn, akkor, kérdező akkor kérdező abba abban az irányba a szereg, szerintem lehetne. A politikai és, és a másik, ami a portugál rendszerben szerintem nagyon követésre méltó, hogy nem kizárólag ugye az történt, hogy dekriminalizáltak. Emellett hoztak egy másik törvényt is, amivel szedték, felvarták a ráncait a egészségügyi és szociális ellátó rendszernek, lehetővé tettek különféle, jogilag lehetővé tettek olyan ártalmcsökkentő programokat, mint a Ö, ellenőrzött fogyasztói szobák, stb. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen nagyon komplex csomag volt ez az egész, és szerintem, amit ami szintén nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy egy, egy, egy drog reform esetében nem csak az a fontos, hogy mi az a reform, hanem hogy hogyan jutunk el oda az út. És hogy az, hogy, az, hogy itt ez hogy lesz, azt, azt nem nekem kell itt most, vagy nem nekünk kell elmondani egyébként a fotelban ülve, ha bár mi is ennek részei lehetünk ennek a diskurzusnak, de hogy erről kell egy egyeztetés Portugáliában, ez történt. Ott egy-két éven keresztül volt egy ilyen bizottság, akik járták a portugál városokat, ahol leültek a helyi szakemberekkel, sőt a helyi lakóközösséggel, érintettekkel is beszélgetni. És így alakult ki az a rendszer, abból, hogy ott mire van szükség. Tehát, hogy ha lenne erre politikai akarat, akkor az első lépés az lenne, hogy egy ilyen folyamatot be kellene indítani, hogy akkor szépen. Elkezdjük, elkezdjük erről a diskurzust, és kialakítsuk közösen. Egyébként csak aztán mindjárt még kintjük a kört az utolsó 5-10 percre, 3-2. Azt akarom kérdezni, hogy ez a fentanil őrület, annak a, a, a mondat, hogy még neked sem teljesen világos tanulság. De hogy mondjuk akár egy ilyen dekriminalizációs folyamatban mondjuk lehet olyan csapdába esni, mint amit ez a, ez a ahogy ott lekaszálta? Ugye nem régen volt az oxikontiva, ugyan ez a történet, aztán azt valahogy megállították, most jön ez. Tehát, hogy itt valamitől, a, mert mondott, hogy ez, ez, ez a, ez a 70-es éveknek a, a, nagyon szigorú drogpolitikából következik, de hogy valahol akkor mondjuk ránk is ez a veszély leselkedik? Igen. Tehát a... Az oxikontinból jött, aztán a, igen. Az jött, a fent taníl, szóval, hogy a kettő között van egy átkötés mert akik nem tudtak hozzájutni, mert az amerikai egészségügyi rendszerben nem volt megfelelő biztosításuk, azok elkezdtek vásárogatni heroin, meg, meg aztán fentanit, vagy olcsóbb lett a, a piacról, és akkor erre persze ráment a kártel, meg a Kínából behozott ez az Amazon, és akkor vagy hogy az USA-ban, vagy pedig Mexikóban, és áthozták drónokkal, viszik át a, hat, a déli hat. Szóval egy nagyon bonyolult story, de hogy, hogy a kettő összefügg. És igen, igen hát lehet választani, hogy azt csináljuk, hogy, 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 hogy hagydunk kifutni a krízist, és akkor végén, amikor már tényleg az van, mint a portugáloknál, ha már nincs veszteni való, és hát ugye vannak olyan sérülékeny közösségeink, ugye a, 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 roma közösségek, vagy zömmel, de hogy, hogy kis tevés, hogy robok, akik már ilyennek a szélén vannak, szóval nincs, nincs nagyon messze ezeknek. És ők nem maradnak ott szépen meghalni a kis falujukba, hanem hát bizony felszállnak, ott leszállnak a város vagy népligetnél a buszról, ugye ezt tudjuk. Szóval, hogy, hogy, ez az egyik opció, igen, hogyha nem csinálunk semmit, akkor ez, ez ideig tud kifutni. Nyilván a, a, maga variációjában Magyarországon másként fog, nem tudjuk ezt pont ugyanazt reprodukálni, mert itt mások a, a, a szociális struktúrák, a társadalmi hagyományok, az ellátorlánc és más, mert az oregoni példa, amit a, a, a Petya is Rossz példaként hozott előadásban, de igazából a jó akaratnak a zsákutcájaként írta inkább is le. Szóval hogy ott az, az a helyzet, hogy Oregonban volt az egyik legrosszabbul képített egészségügyi rendszer, gyakorlatilag nem volt. Nagyon-nagyon szép állam, meg Pótlen gyönyörű, kicsit olyan, mint egy a gyuri elfizé, és akkor megjelentek az orkok, kb. ez volt. Mert ugye a szerhasználók persze oda is mentek, de nyilván nem csak Oregonban volt fenteni probléma, de hát oda is mentek, és egyébként én, én, én amikor ott voltam, akkor még, még ment ez a. Ez a a 101-es törvény szerinti dekriminalizált környezet volt, akkor még, még ez élt, és nem volt olyan sok utcai szerhasználat. Tehát tényleg öt sarkonként volt egy sátor, tehát most ezt összehasonlítva a San Franciscóval, ez egy ilyen mennyi állapot, csak hát honnan nézzük? Nulla egészségügyi rendszerben nem találtak a helyet, elkezdték világgyorsan kiépíteni az egészségügyi rendszert, ez a tragédiájának ennek a, a népszavazásnak, ami nem függetleníthető az amerikai elnökválasztási kampánytól, azért ne, ne tegyünk úgy, mintha ez csak úgy jött volna, mert a gazdagból tulajdonosok utálták, hogy ott van a dzsánki sátora zél, és nem megy be az égszerboltba az elf néni, tehát hogy tényleg ez. és akkor ilyen People of Oregon nevű ilyen kamuszervezetekkel kampányolgattak, szóval ez eléggé bonyolult sztori, de hogy ott már kezdtek számok lenni, amikor így jött a visszaszavazás, azt, azt, azt ennyi. ja, eljuthatunk egy kríziség, és akkor reagáltunk rá, mielőtt itt tényleg ilyen káosz lesz, vagy elkezdtünk beszélgetni, mint a Petya van, az egyik legfontosabb tanulság, hogy ezt beszélni kell. Egy, egy, egy bocsánat, Uh, a, azí vagy a, bocsánat, a ópiaid válsággal, amit kérdeztél, hogy uh, amiről itt még nem volt szó, hiszem, ezen a konferencián, tegnap a Csorbajos is beszélgettünk erről, hogy uh, Afganisztánból származik az európai heroin utánpótlásnak több mint a 90 a Tehát az, hogy Afganisztán mi történik, borzasztó fontos Európa szempontjából. Jelenleg a tálibok egy nagyon hatékony tilalmat vezettek be az ópiumák ültetvényekre, fölégették az ültetvények nagy részét. Ez, aminek a hatása legyűrűzik Európába az évek, mert hogy raktáron van a heroin meg az opiumnak egy nagyon jelentős része, de jelenleg nagyon sokat cikkeznek már Nyugat-Európában arról, hogy kiürülnek a heroin raktárok, és ezt a hiányt, ez gyakorlatilag az új ö, szintetikus opioidokkal fogják bepótolni, ami Amerikában ezt a helyzetet, amit, amiről most a Tomi beszélt, előidéz, előidézte. Vannak most már a fentanilnál is sokkal durvább, potensebb anyagok, mint a nitazinok, ö, már megjelentek Európában, Egyesült Királyságban, Írországban, Skóciában új halálesetekhez vannak hozzákötve. Ha ez gyakorlatilag beköszönt ide is, mondjuk Közép-Európába, akkor a, abból a távlatból visszatekintve majd a katinon és a szintetikus kanabinoid válság az egy ilyen szünidei matinének fog tűnni, szerintem. Tehát annyira nincsen felkészülve a magyar ellátórendszer társadalom arra, ami itt következhet egy ilyen szintetikus opioid kapcsán, de nyugat-európai társadalmak sincsenek, de a magyar az meg még kevésbé. Tehát hogy ez, ez benne van a pakliban. Én nem akartam most Akkor van-e kérdés a... Igen, tessék, Oska, ebbe, beszél, mert az, azon fölében. Csak egy gondolat itt a portugál helyzettel kapcsolatban. Ugye nagyon fontos azt, hogy 2003-ban voltam, mint Portóban egy ilyen szubtitúció továbbképzésre, és praktice 5 év alatt, ugye Portóban egy metadon központ volt, öt év alatt 12 lett, plusz két metadon busz. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy miért volt az a látványos változás ilyen szempontból. Plusz ingyenesé vált az egész kezelés, előtte részben fizető, és nagyon szóval, hogy nagyon elérhető. Szóval ezek a változások, amellett, hogy volt a dekriminaláció, hogy a, a, kezelésnek, az alacsony köszöbbű kezelésnek a fejlesztése volt egy iszonyú fontos probléma, vagy, vagy a probléma. Kösz, hogy Szerintem akár kérdeztek, hogy ez végül ez, ez egyért, hogy erre kell Nem. Ez teljesen. Hm. Köszönöm. 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 Én nem ehhez akartam hozzászólni, hanem ahhoz, amit a Petya mondott a korábbiakban, hogy ugye nem, nem csak az a lényeg, hogy mi lesz az eredménye valamilyen szabályozásnak, hanem hogy hogyan jutunk el oda és hogy ugye erről beszélgetni kellene az emberekkel, meg a társadalommal, és hát ugye a társadalommal részén beszélgetünk, amikor ugye ilyen országos mintán történnek, reprezentatív mintán történnek adatfelvételek, és amikor megkérdezzük, hogy milyen drogpolitikai opciókat preferálnak a magyarok, és akkor azért azt látjuk, hogy a magyaroknak a több mint 80%-a, jobb több mint 80% a leg, legszigorúbb, legrestriktívebb drogpolitikai opciókat preferálja. Igen, de azért ilyenkor nem beszélgetünk velük, és szeretném elutasítani, megkérdezzük őket, mert ugye aztán, amikor a hátunk és kormányunk mi gondolja, hogy a kutatás egy társadalmi kommunikációs be kell jelenteni a hivatalnak, ezt azért elutasítanám. Ebbe Kati, neked tökéletesen igazad van, tehát a magyar társadalom európai viszonylatban is nagyon stigmatizáló, ugye a doktori kutatásaimmal is még az derült hogy az orvosok és pszichiátrek, körében is azért ez eléggé jelen van. Kevésbé, igen, mint a népesség, az általános népességben. Nem, egyébként nem. Egy, egy picit vagyunk, picit jobban utáljuk a drogosokat, mint a Európa nagy részében, de hogy alapvetően például azért a, mondjuk a dekriminalizáció támogatottsága nálunk jóval-jóval kisebb, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ebben a Katinak tökéletesen igaza, és szerintem sem lehet egyébként egy olyan változást rákényszeríteni egy országra, amit a népnek egy jelentős, legalább egy jelentős része ne támogat, vagy ne értene. És erre egyébként azért vannak olyan módszerek, tehát amikor például, hogy hogyan vonjuk be a lakosságot ö, ö, konstruktívabb módon, mint mondjuk a nemzeti konzultáció, ö, hogy Írországban most volt ez a ö, ö, jó, jó, gyakorlat erre, a létrehoztak egy ilyen úgynevezett Citizens Assembly, ez egy ilyen közösségi fórum, gyakorlatilag a random kiválasztottak hányat is száz, azt hiszem száz ö, polgárt Írországban, ilyen gyakorlatilag egy ilyen rep reprezentatív minta, és, és hogy nem, de, de, random, jó igaz, nem, nem repesz, hülyeséget mondtam, de random kiválasztottak a embereket, száz embereket, és száz embert, és, és akkor itt az volt a, a, az volt az érdekes, hogy olyan kardinális kérdésekről kérdezték őket, mint ártalomcsökkentés, dekriminizáció, amik megosztják az írt társadalmat is, viszont ezt úgy tették, hogy ö, voltak előadások és ö, vitafórumok és tájékoztatták az embereket, mielőtt döntés hoztak erről. Tehát heteken keresztül ők végighallgattak szakembereknek az előadásait, érintettekkel beszélhettek, terepen dolgozó segítők tapasztalatait hallgatták meg, és utána formáltak véleményt. És nagyon sokan féltek attól, hogy ez, hát ezek ilyen random polgárok, hát akkor majd biztos ilyen, ilyen előítéletes dolgokat fogalmaztak meg. Ezzel szemben ez a száz random polgár egy ilyen nagyon progresszív javaslatcsomagot fo fogalmazott meg a parlament számára, mert hogy amikor az emberek megfelelő tudású ismeretek birtokába kerülnek és elmagyarázzák nekik, akkor azért ez, ez képes a véleményüket megváltoztatni, és most jelenleg a parlament is ennek a nyomán javasolta, hogy vagy kezdi kialakítani a deklinizációt Írországban. Igen, két ilyen rövid reakció. Az egyik a tűcserebuszra, hogy az is mindig országonként, ez nagyon fontos, tér el. Csak egy példát akartam mondani, mennyire más helyzetben dolgozott például egy chicagói szervezet, aminél azt tudni kell, hogy a banda miatt a legmagasabb emberölési fekete fiatal férfiak között, főleg az emberölési ráta ott Csikágóban, és ők például, amikor mennek tűt osztani, akkor előtte kb. egyeztetnek, hogy ne legyen lövöldözés. Tehát nekik van a dílerekhez ilyen szálluk, és akkor majd nem őket rájuk vadásznak, csak ne legyen ez a, az a crossfire-ben, hogy meghalnak a kollégák. Mert a díler nem akar lelőni a tűz, nem érdekli a tücsére, ez életbe tartja a kliensét. Tehát, Na, de hogy a másik pedig, hogy, 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 hogy szóval ezt, ezt, is ki kell Magyarországon hogy jó. Nyilván nekünk ki kell a saját módszert és a szakérés. Viszont ami az, a, a társadalomban az emberekkel, közösségekkel is jobban szeretném, mint a lakosság szót, Szóval, hogy a, mindig az a lakossági vörös ugrik be, meg a nem tudom én, a lakógyűlések, a mindenki így be van feszülés, és Szóval, hogy a... a így van, és a lakosság, a lakóhely, hoppá, igen. Szóval, hogy a, a közösségekkel való beszélgetésnek például az is egy nagyon jó, lehet, hogy, hogy marad a, a, a konzervatív a, a magyar társadalmi és ez nem baj feltétlenül. Ha már megenében a racionalizálás, akkor az már tök jó. És hogyha már csak addig eljutunk, hogy a, a 80 os nagyon restriktív hozzáásnak a, a, fő okát a durva, negatív, propagandisztikus agymosás ki tudjuk venni a képből, és tényleg a saját véleményét mondja egy csomó magyar állampolgár, és nem azt, amit a metropolban meg Megértem, és nem is akarom nagyon, nagyon ezt a gondolatot, csak inkább ide akarom hozni, hogy van egy nagyon negatív környezet, amiben ezt rontják, ezt a valószínűleg amúgy is konzervatív hozást, szóval, hogyha már ezt ki tudnánk venni, mert elindulna valamilyen ennél struktúráltabb, a párbeszéd, szóval már az is tök jó erőrelépésen lesz szerintem. Még akkor, Bori, lesz az utolsó kérdés, csak, csak mondom egy kicsibe egyébként, mondod ez a csikágói példát, mi az Inditnál, amikor szex munkásokkal dolgoztunk, és volt ártamcsökkentő programunk, mivel, a, mivel a, a Pécs környéki földes utakon, és izé mindenhol, főleg roma lányok állnak, ezért roma szervezetekkel kezdtünk el egyezkedni, és ők elvittek minket a stricikhez, és engedélyt kaptunk tőlük arra, hogy mi oszthatunk ártamcsökkentő anyagot, offshore elvétjük a lányokat szűrni, tehát hogy végülis a Pécs majdnem Csikágó. <laughs> <laughs> Jó, akkor a Borik nem még az az utolsó. Kérdés. Bocsánat, én nem, nem, is kérdést akartam, csak inkább egy ilyen rövid hozzászólást akartam mondani, hogy ugye egy szóba még az előző diskurzushoz itt a kommunikáció, meg hogy a jog leképezi a társadalmi attitűd állapotokat, vagy én azt gondolom, hogy nem feltétlen csak ez a dolga, hanem a társadalmi attitűd formálás is lehet dolga. Társadalmi korszakonként ez azért vált hogy mint de hogy, 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 itt a kommunikációnál azt próbálnám az erről való gondolkodásunkat egy kicsit kitágítani, mert hogy ugyan valóban mióta mérjük a társadalmi attitűdállapotokat, azt látjuk, hogy a drogosokat utáljuk nagyon. Viszont ugye azért azt láttuk, hogy 2007-ig egy minimálisan kedvezőbb hozzáállás volt, és utána ugye legközebb 15-ben mértünk, köztelen volt, és 15-re megugrott. De Ugye a, 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 a drogosok utálata nem tudott nagyot ugrani, mert mondom, stabilan utáltuk az őket mindig, de minden más társadalmi csoport utálata iszonyú mértékben, tehát akiket sokkal, akiknél sokkal nagyobb volt a kirekesztési arra, vagy a társadalmi távolság. Gyerekek, a, hát ma már a, a, a nagy családosokat is utáljuk egy kicsit, tehát, hogy jobban utáljuk, mint, 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 mint tíz évvel ezelőtt. Ma már, mert hogy teszünk bele mindig a bogárdos skálába olyan másik végén szereplőt, hogy tudjunk mihez viszonyítani. De hogy, de hogy, most már őket is egy kicsit utáljuk. És ugye azért azt szoktuk mondani, hogy azért ezek a hatások, ezek nem választhatók szét. Tehát hogyha, hogyha elkezdünk csak drogosokról beszélni, és egyébként ez a társadalom olyan, hogy mindenkit is utálunk, akkor ezzel nem megyünk sokra. Tehát, hogy ezt egy sokkal szélesebb kommunikációs tematikába kell ágyazni, meg, meg hát nem is csak kommunikációsba, tehát azt hiszem, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon nagy komplex program része lesz, mire ezt valahol leépítjük, hogy, hogy ne utáljuk a nagymamákat és a nagy családosokat. És... Csak én még akartam reagálni arra, egy kicsit visszakanyarodok, amit a Judit mondott, meg itt ugye a Tamás említette azzal a kapcsolatban, hogy Hát, hogy milyen racionalitás mentén tud működni az ország, és hogy a milyen irracionális módon húcolunk meg egy tinit, Hogyha ő fogyaszt, hogy ugye a gyermekvédelemben mind megy és akkor a végén ott volt ez a kérdés, hogy vajon a család segítő, tehát a szolgálat, meg a központ ezzel az addiktológiai problémával hogyan reagál rá, vagy hogy mit tud kezdeni. És 2020-ban mi ö, tudtunk csinálni egy kutatást, ahol viszonylag nagy mintával, ö, mindegyik megyéből, ugye mivel hogy a központok azok, ö, azok ö, hát. Én, igen, járási szinten, járási szinten látják el, Na de hogy mindegyik központból meg tudtunk szólítani vezetőket, illetve Budapesten a szakellátásból is már, és hát ott nagyon gyorsan kiderült meg hogy a szolgálatvezetőket, hogy nincs, nem tudnak vele mit kezdeni. Nagyon-nagyon ritka az, hogy legyen egy adiktológiai szakember, ö, egy gyerekről. Vannak szigetek, egyébként vannak foltok, nem tudom, Pécs mondjuk, ö, meg az a térség az ilyen volt, vagy szolnok ö, egyébként, de hogy valójában nem tud reagálni megfelelően a gyerekvédelem ezekre a helyzetekre. hogy a központokba kéne egy addiktológiai szakember, ugyanúgy, mint egy pszichológ, hát akkor már kettő javasoltuk, kíváncsi vagyok, hogy mikor, a... de úgy látom, hogy itt ezek évek, ami bármi történik. Uh, igen, tehát, hogy nem, nem tudnak uh, reagálni, de közben meg az eljárás le kell futtatni, ami meg nagyon erős protokollhoz kötött, szóval, hogy meg jogszabályhoz. Okay. És a ne árcs, ugye? Szóval, hogyha már nem tudunk legalább segíteni, akkor a ne árcs az hogyan valósul itt meg, mert hogy alapvetően azért egy bármilyen iskolába bemegy egy ilyen pedagógiai szakvemény vagy egy orvoshoz, akkor azért ezt meg kell osztogatni, ezt a remek tényt, hogy ő neki marihuana volt a bérlett tokjába, vagy nem tudom micsoda, hogy mi történik. Ja, de... Nem. Mindig. Akkor... Van, nem, 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 nem. Jó, hát akkor végül is az időnk elfogyott. Nagyon szépen köszönöm itt a... a, a... a... Nem, most ne gondolj. annyi, hogy azt, azt szerintem azért nem hangzott el, hogy alapvetően egy demokratikus társadalomban ahhoz kell különösen nyomós érv, hogy valamit kriminalizáljunk, és nem ahhoz, hogy dekriminalizáljunk. Tehát, hogy, ugye a büntetőjog az egy végső eszköz, ultima ráció, amit az alkalmazását nagyon-nagyon különleges esetekben lehet indokolni, és itt a kábítószer használt esetében igazából a bizonyítási teher az azokon van, akik azt mondják, hogy ez büntetni kell. Csak ezt, ezt a logikát szerettem volna egy kicsit még igen, hát mondjuk a nemzetközi egyezmények alapján ez már régesség eldölt, hogy ezt kriminalizáljuk, és pont. Úgyhogy, de minden esetre abszolút ezeken így gondolkodhatunk, hogy merre tudunk for egy ilyen szemletformálásban indulni, és nagyon köszönjük az aktív részvételt, még ilyen késő délelőtt is régen.